December 30-án a Cegléd-Berceli Turul Vadásztársaság területén fogoly, valamint fálcánkakas apróvad vadászatot tartottak Szollár András apsi lőoktató vezetésével. Elsőként mindenek előtt a biztonságos fegyverhasználatról esett pár szó. Mivel a fogoly vadászata vonalhajtásba történik, elállósor nélkül, a területen nincs lakott rész, ember által lakott terület, nyugodtan lőjön mindenki 45 fok alatti lövést, mivel a fogoly soha nem repül 45 fok fölé, ez a sajátossága a vadászatának. Arra felhívnám a figyelmet, hogy elég erős szél van, előfordulhat, hogy a felkelő fogoly visszafele fog fordulni, akkor a hajtóvonalon senki ne húzza át a fegyverét, hanem egy kézzel tartsa meg, forduljon a utána is, tegyen lövést a fogolyra. Vonalhajtásba álltunk fel, és aztán lassan fogok ezt a területet átpásztázni kutyákkal. Kutyák fognak előre menni, jó széllel keresni, és mi majd az állókutyákra fogunk rámozdulni, és a felrebbeni madarakat próbáljuk lőni. Nagy teret akarunk elfogni 5 puskával, kevés hajtóval, 3 kutyával. Tehát ilyenkor a kutyák messziről, távolból is keresnek, nem csak közvetlenül előttünk, megpróbálja a madarakat a puska elé terelni a kutya. Nem önmaguknak vadásznak, hanem a vadászokat, azaz a puskásokat segítik hozzá a lövéshez. Bravo, szép lövés volt! Megvan a dögön lévő Zsófi, azt állják. Igen, igen, látom a madarat, dögön van. Igazából a figyelmünk a kutyákra terjed ki, attól nem kell tartanunk, hogy ilyen jó szélben elmarad madár. Ez a 3 kutya egy jól átpásztázza, átkeresi előttünk a területet. Szerintem meghajtjuk azt a másik részt, az útnak a másik oldalát. És az is lehet, hogy lemegyünk a nyársásnak a végéig, és aztán úgy jövünk visszafelé széleszembe. Hátra felé törtek, fölöttünk vágódtak át, visszafelé kellett fordulni és visszafelé lőni. Ez volt az a pozíció, amikor a madár megtalálta azt az egyetlen lehetséges menekülési utat, mivel hát én nem tudtam lőni, mert kettőtök között kellett volna ellőnöm, ami pedig hát teljesen szabálytalan, veszélyes. A vadászaton, hogyha sietséged vagy kapkodást látunk, akkor biztosak lehetünk, hogy előbb-utóbb veszélyes lövés lesz belőle. Tehát itt a sietségnek, kapkodásnak semmi helye nincsen, tehát a nyugodt mozdulatok a megfontolt lövőnek az ismérvei. Erre kell vigyáznunk, és főleg úgy, hogy a madár itt hol visszafelé tör, hol két ember között próbál menekülni, ő is keresi a legjobb utat a túlélésre. Mind a két madár felrebbent, biztonságos irányba, és 3 lövésből szépen terítékre hozták mind a két madarat. Azt érdemes még szakmailag elmondani, hogy amikor két madár rebben és egymás mellett áll a két puskás, akkor tulajdonképpen mindegyik puskás azt az oldali madarat lövi, amelyik hozzá közelebb esik. Ez különösen érdekes akkor, amikor egy nagyobb csapat, 4-5 fogoly repül föl, akkor véletlenül sem a fogoly csapat közepébe puskáznak bele, hanem mindig a szélső madárral kezdik, és aztán úgy haladnak befelé, és akkor nincs összelövés, nincs keresztbelövés, vagy pláne ami a legrosszabb, hogy belelőnek a fogoly csapatba, aztán akkor sok sebzés adódhat. Nincs szél, a fasor megeveli a szelet, itt ez egy jó védett oldal, nap is kellemesen idesüt, ebbe talán fálcán is lesz, ebbe a szélbe valószínűleg itt behúzódott néhány madár. Ha én fálcán vagy fogoly lennék, én biztos ide jönnék. Hopp, itt lesz, mert itt csereg. Az ember törekszik arra, hogy méltón fejezzen be egy napot, egy jó és szép és sikeres lövéssel. Hát ha most a kutyák megtalálják ezt a madarat, remélem, hogy megtalálják, akkor
azt hiszem, hogy neki feszülhetünk az ebédnek. Tisztelet a vadnak, üdv a vadásznak! Szólár úr, a mai vadászatunkon 13 kutyát ejtettünk el. Megköszönöm mindenkinek a fegyelmezett vadászatot, vadászkutya vezetőknek a szép munkákat. Ezen a terítéket átadom. Köszönjük a Zöld Málik Ellenet tulajdonosainak azt, hogy a vizsláik részéről és az ő részükről ilyen remek munkát láthattunk, a remek kereséseket, a remek állásokat, remek vadfelszedéseket, és köszönöm itt a barátaimnak is ezt az etikus magatartást, amivel a mai napon vadászhattunk, és valamennyiüteknek kellemes, boldog, Isten áldásába gazdag új esztendőt kívánok!